Tisztelettel köszöntöm Önöket mai képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm a képviselőtestület jelenlévő tagjait. Köszöntöm Vona Tamás alpolgármester urat, dr. Boros István címzetes főjegyző urat, és köszöntöm a meghívottakat, Kovács György Sándornét, a helyi választási bizottság elnökét, Farkas Mariannát, illetve többiek sajnos nem tudtak megjelenni, úgyhogy szeretettel üdvözlök mindenkit. Egyben indítványozom, hogy a következő napirendi pontokat tárgyaljuk a mai nap folyamán. Első napirendi pontként a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati képviselők és polgármester választása eredményéről, a megbízó levelek átadása, a napirendi pont előterjesztője Kovács György Sándorné, a helyi választási bizottság elnöke lesz. Második napirendi pontként javaslat a Sajószögedi AMK főigazgatói munkakör kiírására, beérkezett pályázat véleményezésére és a pályázó meghallgatására, adhok bizottság létrehozására. A napirendi pont előterjesztője dr. Boros István címzetes főjegyző úr lesz. Harmadik napirendi pontként beszámoló a polgármester 2024. év első fél évében végzett munkájáról, a polgármester munkájának értékelése, javaslat a polgármester jutalmazására, a napi rendi pont előterjesztője én, illetve a képviselő testület tagjai. Negyedik napi rendi pontként javaslat a községüzemeltetési Kft. Ügyvezetőjének és dolgozóinak jutalmazására, a napi rendi pont előterjesztője szintén én leszek. Ötödik napi rendi pontként indít javaslatok képviselői előterjesztőjének. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, amennyiben elfogadja az általam felolvasott napirendi pontokat is, hogy ezeket tárgyaljuk a mai nap folyamán, készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás eredménye. És akkor első napirendi pontként a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati képviselők és polgármester választása eredményéről, a megbízó levelek átadása. Át is adom a szót a napirendi ponttal kapcsolatban Kovács Györgynének, a helyi választási bizottság elnökének. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, jegyző urat, a képviselőtestület tagjait, illetve az újonnan megválasztott képviselőt. Megtörtént ugye 9-én a választás. A választáson rendkívüli esemény nem történt. Sajószöged választópolgárainak száma 1886 fő. A részvételi arány Sajószögeden 61,35% volt. A választási eredmény jogerőre emelkedett. Ennek értelmében Sajószöged polgármestere dr. Gulyás Mihály. A megválasztott képviselők Orlicki Figyes Ferencné, dr. Lukács Fatime, Vona Tamás, Hajdú Dobos Anna, Okvát Judit, Farkas Marianna. Két fő előzetesen jelezte, hogy a mai megbízó levél átadáson nem tud részt venni, de a jelenlévőknek szeretném akkor átnyújtani a megbízó levelet. Ekkor előre. Gratulálok, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Szünet, hogy megy. A
maradhatnak magukkal lényegben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Én is gratulálok mindenkinek, és itt ragadnám meg az alkalmat, bár lesz még testületi ülésünk, hogy megköszönjem azoknak a képviselőknek a munkáját, akik nem indultak. Itt Varga Viktorra gondolok, köszönöm szépen a munkádat, és Bélának is, és hát nyilván én azt gondolom, hogy rendezvényeken még sokat fogunk találkozni, ahová szeretettel várnak benneteket. És egy kis szünetet kérnék. Második napirendi pontként javaslat a Sajószögedi ANK főigazgatói munkakör kiírására, beérkezett pályázat véleményezésére és a pályázó meghallgatására, adhok bizottság létrehozására. A napirendi pont előterjesztője címzetes főjegyző úr, át is adom neki a szót a napirendi ponttal kapcsolatban. Jó, köszönöm szépen. Különösebb előterjeszteni való, ami volt, azt leírtam írásba. Tehát a köznevelési törvénynek megfelelően egy szakbizottság előzetesen szűri a pályázatokat, pontosabban csak egyet, mivel hogy egy pályázat érkezett, a Dánné Bodolai Marian, a jelenlegi ő intézményvezető. Mindenki megkapta egyébként a pályázatot, a bizottság össze fog ülni, készít egy értékelést, és ezt követően lesz döntés a főigazgató személyére. Kell róla szavazni? Nem kell. Vagyis hát a bizottságot meg kell választani. Igen. A határozati javaslatot ki is küldtük erre. Itt van. Tehát azt mondja, hogy akkor felolvasnám. 2024. 6. plusz egyikai képviselőtestületi határozat, Sajószöget községi önkormányzat képviselőtestülete. A Sajószögedi ÁMK főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázat véleményezésére háromtagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai Vona Tamás alpolgármester úr, dr. Lukács Fatime képviselőasszony és Árvai Éva bölcsödevezető. A képviselőtestület felkéri Vona Tamást, hogy a szakmai bizottság írásos véleményét 2024. július 10. napjáig tegye meg. A kérdés észrevétel van a határozati javaslattal kapcsolatban. Akkor amennyiben nincs, és ezt a határozati javaslatot az általam felolvasott formában elfogadja, a képviselőtestület kész felemeléssel szervezzünk róla. Köszönöm szépen, egyhangú igen a szavazás eredménye. Harmadik napi rendi pontként következik beszámoló a polgármester 2024 évi első fél évben végzett munkájáról, a polgármester munkájának értékelése, javaslat a polgármester jutalmazására. A napi rendi pont előterjesztője én, illetve a képviselőtestület tagjai leszünk. Ezzel összefüggésben szeretném bejelenteni a napi rendi ponttal kapcsolatban a személyes érintettségemet, mert ez jogszabályi kötelezettségem, ezt ezúton megteszem. És hát ugye a beszámoló kapcsán szeretnék nektek néhány szót szólni a jelenleg futó pályázatokról, illetve nyilván azokról is, amelyek már megvalósultak. Az első, ez a TOP plusz 111-21-BO1 2022-0026-os, ez napközotthonos tálalókonyha és a Tiszatarján élelmezési központ korszerűsítése. Pályázat közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult. A nyertes pályázóval a kiviteli szerződés aláírásra került, és a munkaterület átadását követően a felújítás 2024. június 3-án megkezdődött. A szerződés szerint a kivitelezés maximum időtartama 6 hónap lehet, de a vállalkozó tervei szerint, hogyha semmi egyéb dolog nem jön közbe, akkor az év szeptember végén át tudjuk adni az épületet, és én remélem, hogy ez így is lesz. Második pályázatként a TOP plusz 1.2.1.21BO1 2022-00185, ez a közösségi, kulturális és sportolási célú szabadidőpark fejlesztése Sajószögeden és Gelején, hiszen itt konzorciumban pályáztunk. A
pályázat keretében a közösségi szabadidős szolgáltatási infrastruktúra került fejlesztésre, a korszerűség és fenntarthatóság jegyében a területre kihelyezésre kerültek okospadok, napelemes kandeláberek, szemetesek, információs táblák és pihenőpadok. Egyaránt sportolásra szánt területen kiépítésre került egy labdafogóháló, egy röplabdaháló és egy tagbólasztal is. A park területén ingyenes wifi szolgáltatás elérhető ezentúl. Emellett a színpad is átépítésre került, új feljárati lépcsőket kapott az építmény, és az alapterületét is megnöveltük mintegy 20 négyzetméterrel. Az Arany János út felőli bejáratnál új kiskapu került kiépítésre a személyforgalom számára, valamint vizesblokk férfi és női, valamint akadálymentes mosdóval. Ezen túlmenően fedett kerékpártároló is kiépítésre került a parkba kerékpárral érkezők számára. Az új épületek, létesítmények ugye reményeink szerint nagyban növelik majd a parkot használók komfortérzetét, és hosszú távon is hozzájárulnak majd a község lakosságának, illetve kiemelten a fiataloknak a helyben maradásához. Emellett a település képet, valamint a közösségi térképét is javítják. A nagy sikerű gyermeknapi rendezvényen ugye már élesben tesztelhettük a parkot. A harmadik pályázat ez a TOP plusz 1.2.1 21BO1 2022 00197-es számú pályázat. Ez magyarul a belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése. Itt is konzorciumban, itt több települést vesz részt ebben. Tiszapalkonyás, Sajóörösön, Sajószögeden, Kesznyitenen és Kiscsécsen. Itt ugye a pályázatra vonatkozó kiviteli szerződés megkötésre került, a munkaterület átadása megtörtént 2024. június 12-én. A kivitelezés időtartama a szerződés szerint 90 nap. A megvalósítás során, ugye én már korábban említést tettem erről, ugye szintén a parkot fejlesztjük, tovább játszótéri eszközökkel, nevezetesen 5 játszótéri eszköz kerül majd elhelyezésre a területen, mintegy 20 millió forint értékben. Ezen túlmenően, tehát itt a említett pályázatokon túl, ami ugye többször beszéltünk már róla, hogy rendkívül módon büszke vagyok, nem csak én, hanem én azt gondolom, hogy ez a kollégák munkáját, és hát végső soron mindannyiunk munkáját dicséri. Sajószöget községi önkormányzata falu megújítás több területen elért kiemelkedő eredmények elismerésenként magyarországi falu megújítási díjat nyert, mégpedig a falu megújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményéért. A pályázatban a településen megvalósult egymásra épülő fejlesztések, programok, rendezvények kerültek bemutatásra. 2023-ban, amit nagyon fontosnak tartok elmondani, első ízben indultunk ezen a megmérettetésen, és rögtön díjat is nyert önkormányzatunk, illetve településünk az eddig elvégzett munkánk elismeréseként. Itt ugye azért elmondható erről a pályázatról, hogy itt nem pénzt nyer effektíve ugye az önkormányzat vagy településünk, hanem ugye egy pályaművel pályázik, nevezetesen az egymásra épülő pályázatokkal, és a leadott pályaműveket falu megújítási szakértői bizottság bírálja el. A mindenkori belügyminiszter által kinevezett a belügyminisztérium, az építésügyi és közlekedési minisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, az állami főépítészek, a Magyar Urbanisztikai Társaság falu tagozatának és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből, összesen 11 tagból áll. A bizottság elnöke Madaras Attila, tehát gyakorlatilag ezt a pályázatot mi ugye összeállítottuk, beküldésre került, és hát ugye itt helyi szinten a szakértői bizottság az kijött Sajószögedre, körbejárta a települést, sőt, mint egy szép egyetemi vizsgánál kérdéseket tett fel nekem, illetve azoknak az embereknek, akik összeállították ezt a pályázatot, hogy valóban otthonosan mozgunk-e ezen a területen. Ugye itt jogosultsági kritérium volt az, hogy a résztvevők mindegyike rendelkezzen településfejlesztési koncepcióval és településrendezés eszközeivel, illetve település tervvel. A helyszíni bejárások és konzultációk során is vizsgálta a zsűri a benyújtott települések falu megújítási tevékenységét, így volt ez ugye a mi esetünkben is,
És amikor a egyeken a díjátadóra került sor, akkor kifejezetten büszke voltam arra, hogy a szépen gondozott parkokról is említést tettek, illetve az új intézményeket kiemelte a zsűri elnöke, ami neki személyesen is különösen tetszett. És hát én azt gondolom, hogy ez nem csak az én sikerem, hanem mindannyiunk sikere is, illetve hát ezeken a díjakon túl egyéb elismerést is kapott önkormányzatunk, elég van csak az idős barát önkormányzati díjra, vagy a Digitális Magyarország díjra utalok. Ezen túlmenően nyilván a pályázatokon és ezeken az elismeréseken túl nagyon fontos az, amit itt is kiemeltek, és sokan látják. Talán nekünk ez már természetessé is válik, de a külső szemlélők meg szokták egyezni azt, hogy színvonalas rendezvényeink vannak, aminek én nagyon örülök. Tehát itt, melyek ugye megvalósításra kerültek már az év folyamán, ez a nyugdíjas pótszilveszter volt az első, március 15-i ünnepi megemlékezés, szegedi mulatság, családi majális, szabadidőpark, ugye ünnepélyes átadása és színházi előadás, gyermeknap, autóbuszos nyugdíjas kirándulás és a nemzeti összetartozás napja. És hát ugye azért nem szabad szó nélkül elmenni amellett, hogy ezeknek a rendezvényeknek a színvonalas megrendezésében és kivitelezésében nagy része van a községüzemeltetési Kft.-nek, ügyvezetőjének és dolgozóinak, és természetesen az AMK dolgozóinak, a könyvtár dolgozóinak és hát a bölcsöde dolgozói is segítenek a megvalósításban adott esetben. Én ennyit szerettem volna elmondani. Lehetne még ezeket a dolgokat kiegészíteni, hiszen ettől sokrétűbb a tevékenységem, illetve a hivatal tevékenysége is, de én azt gondolom, hogy ezek a pályázatok és a díjak, illetve a rendezvények mutatják azt, hogy igyekszünk szép munkát végezni, és ezt mások is elismerik. Köszönöm szépen! Esetleg kérdés, észrevétel van-e részletekre? Tessék, képviselő asszony! Én nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak a beszámolót. Nagyon részletes, áttekintő beszámolót adott, és valóban, aki itt él és lakik, azt tapasztalja, hogy Sajószeged az elmúlt időszakban nagy léptékben fejlődött, szépült, nagyon sok olyan rendezvényeink vannak, amelyek magas színvonalon, biztonságosan vannak megszervezve, és én ezért is javasolnám a képviselőtestületnek, hogy dr. Gulyás Mihály polgármesternek az elmúlt időszakban végzett munkáját elismerve 3 havi illetménynek megfelelő bruttó 2.340.000 forint jutalomba részesítse a költségvetés személyi előirányzat terhére. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Egyéb kérdés észrevétel van a részt. Tessék a polgármester úr. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Polgármester úr felsorolta, hogy milyen tevékenységeket végzett, és ugye azt nem mindenki látja, hogy a háttérben azért vannak olyan gondok és problémák, amivel neki mindig meg kell küzdeni, mégpedig olyan social médiában jelenlévő megjegyzésekkel, amik nagyon gyakran mindenféle valós alapot nélkülöznek. Ő ezt a utóbbi időben is nagyon higgadtan, nyugodtan és méltósággal kezelte, és nagyon gyakran fölülemelkedett azon, hogy értelmetlen szócsatába bocsátkozzon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a választásnak az eredménye tükrözi azt, hogy a település lakossága az elégedett a polgármester munkájával, és tudom, hogy polgármester úr a mindennapjaiban úgy tevékenykedik, hogy azokat is meggyőzze, akik esetleg úgy gondolták, hogy ne ő vezesse tovább a települést, és a későbbiekben is minden energiájával azon lesz, hogy Sajószöged épüljön, szépüljön, és az itt lakók jól érezzék magukat. Képviselő asszony előterjesztését támogatom.
Köszönöm szépen egyéb kérdését, szerintem. Azt azért kiegészítésként elmondanám, hogy ugye itt elhangzik mindig a bruttó összeg. Nyilván az én számlámra nem ezt fog megérkezni, mert eddig ezt bruttót és a nettót keverjük össze. Tehát ez mindösszesen 41.500.000 forint jutalmat jelent, ezt azért, és nem mentegetőzésképp elmondanám, hogy ugye a maximális jutalom mértéke az 6 havi jutalom lehet, tehát még mielőtt bármiféle találgatásba bocsátkoznánk. Amennyiben, tehát ha nincs egyéb hozzászólás, és elfogadjátok a napirendi pontot a jutalmazásommal kapcsolatban, visszaolvassam, felolvassam, nem szükséges. Akkor kérném készfelemeléssel szavazzunk róla, én tartózkodni fogok, ezt most megmondom. Tehát ha mennyiben elfogadjátok, köszönöm, 5 igen és 1 tartózkodás. Negyedik napi rendi pontként javaslat a községüzemeltetési Kft. Ügyvezetőjének és dolgozóinak jutalmazására. A napi rendi pont előterjesztője szintén én leszek. A napi rendi ponttal kapcsolatban azért előjáróban elmondanám, hogy a Kft. Felügyelő bizottsága is tárgyalta a kérdést, illetve a napi rendi pontot, én ezzel kapcsolatban átadom a szót a felügyelőbizottság elnökének. Köszönöm. A Kft. Felügyelőbizottsága elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az önkormányzati Kft. Ügyvezetője és dolgozóinak jutalmazását a határozati javaslat alapján. Köszönöm. Köszönöm szépen. A határozati javaslat pedig így szól. Sajószöged Községi Önkormányzat képviselő testülete, mint a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Egyszemélyes alapítója és tulajdonosa. Berec Róbert ügyvezetőt az elmúlt időszakban végzett kimagasló munka teljesítménye elismeréseként 2 havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti. A képviselő testület a Kft. Munkavállalónak jutalmazása céljából 3.892.172 forint bruttó bér plusz járulék összeg, tehát ami azt jelenti, hogy átlag egy havi munkabér utalását rendeli el Kft. Számlájára. Kérdés észrevétel van-e ezzel kapcsolatban a részletekről? Amennyiben nincs, és a határozati javaslatot az általam felolvasott formában elfogadjuk, kérném kézfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú igen a szavazás eredménye. Ötödik napirendi pontunk következik, indítványok, javaslatok, képviselő előterjesztések. Én átadom a napirendi ponttal kapcsolatban a szó címzetes súlyjegyzőt. Mondjam én a helyzetet? Azt majd mondom én, hogy mondom. Hát, jó, mondom akkor ezt. Ugye Mission bizonyítja jobban azt, hogy a választást követően is folyamatosan dolgozunk, hogy a terveink között szerepel, illetve elkezdődött a pályázati anyagnak az összeállítása. Szeretnénk pályázatot benyújtani. A Magyar Falu Program keretében MFP kötőjel 4HE-per 2024-es kódszámú pályázat keretében járdaépítésre, amelyben 10 millió forint összegig pályázhatunk, és erről kellene határoznunk. Amennyiben elfogadjátok azt, hogy pályázatot nyújtsunk be, kérjünk készfelemeléssel szavazunk. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás eredménye. És akkor tényleg átadom a szó címzetes főjelöltnek. Igen, köszönöm szépen. De az első dolog, amit megkapott a képviselőtestület, és ami egy kicsit elszomorító is, az az iskolával kapcsolatos oviskolás csoport működése kapcsán született
alapvető jogok biztosának a jelentése. Ezt megküldtem mindenkinek. Nehéz erről beszélni, és azért szomorú a dolog, mert sokkal jobban szeretjük azt, hogyha büszkék lehetünk az iskolára, és sok esetben büszkék is vagyunk rá, hiszen a tanulók rendkívül jó eredményeket érnek el. Ugyanakkor ez az ombudsmani jelentés rendkívül erős, negatív véleményt fogalmaz meg, és felhívja a figyelmet arra a jogszabálysértő gyakorlatra, ami 2018 év óta működött az iskolában. Nem akarok nagyon részletesen végigmenni, azért egy-két dolgot kiemelek, csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a képviselőtestület határozatában már kifejezte ezzel kapcsolatos aggályait, meg is küldtük ezt az iskolának és a fenntartónak. Ugye nyilván emlékeztek arra a kioktató válaszra, amit az iskolával kaptunk, hogy illetéktelenek vagyunk ebbe, egyébként se értünk hozzá, egyébként pedig csodálatosan működik az obiskola. Hát ezzel szemben az alapvető jogok biztosa rengeteg visszásságot állapított meg, és nem csak ő, hanem az oktatási hivatal tanügyigazgatási és köznevelési hatósági főosztálya, hiszen szakkérdésben őket kereste meg, illetve a fenntartót. A fenntartót, a tankerületi központot kétszer is meg kellett keresni, ugyanis az első megkeresésre egy semmitmondó választ kapott, tehát nyilván, hogy az alapvető jogok biztosát nem lehet lerázni azzal, hogy ez az óviskolás csoport szülői kérésre jött létre, és még csatolt is hozzá egy anonimizált szülői kérelmet és nyilatkozatot. Ettől több kell egy ombudsmannak, és részletesen leírja azt is, hogy az óviskolás csoport a pedagógiai program szerint jogszabályellenesen működik. Úgyhogy gyakorlatilag ugyanazt írja le, csak szakmai szempontból részletesebben kifejtve, mint amit a képviselőtestület megfogalmazott, már pedig az, hogy tanügyigazgatási szempontból rendkívül aggályos az iskola gyakorlata az aviskola csoport működésével kapcsolatban. Tovább részletezi, ugye egy hosszú 12 oldalas jelentésről van szó, és tényleg nem akarok kiemelni olyan negatívumokat, amik rossz fényt vetnek az iskolára. A lényeg az, hogy ezzel még nem zárult le teljes mértékben az ügy, ugyanis az alapvető jogok biztosa megkereste a Borsod Abaúj Zemplén vármegyei kormányhivatal főispánját, hiszen hatáskörrel ő rendelkezik, hogy érdemben beavatkozzon ebbe az ügybe, és felkérte a főispán urat, hogy soron kívül vizsgálja meg 2018 évtől visszamenőleg az óviskola csoportra vonatkozó valamennyi iskolai dokumentumot, különös tekintettel az iskola pedagógiai programjára, az első évfolyamra beiratkozó tanulók tanügyi dokumentumait, és tegye meg a jogszabályi rendelkezések érvényesítése céljából a szükséges intézkedéseket. Hát ennyi tájékoztatásképpen. Nem tudom, van ezzel kapcsolatban vélemény, kérdés, észrevétel. Kiegészítésként hozzátenném, hogy bárki elolvashatja a jelentést az alapjogi biztosi hálózat honlapján, mert ez nyilván minden részletével tisztában lehet bárki. És hát azért reakcióként azért nyilván még mindig azt látom, hogy azt hallom, hogy sok szülő nem tud erről semmit.
Én meg lettem vádolva azzal, hogy én megtámadtam ezt az intézményt, ami igaz, de testületi határozat alapján tettem ezt, mert korábban is megállapításra került, illetve szóba került az, hogy ez az iskola rendszerbe sehová nem illeszthető be. Mindazonáltal elismerem, hogy a kezdeményezés az jól működhetne, ha nem ebben a formában lenne megvalósítva. Arról is tudomásom van, hogy volt ebben a tájban egy, beszéljünk nyíltan, szülői értekezlet, ahol elég szépen el lettem áztatva én, illetve a képviselőtestület is ezzel kapcsolatban. És hát azért felvetődik bennem az a kérdés, ami szerintem bennetek is, hogyha mi ezt megtámadtuk, hogy ugye nyilván titeket képvisel, és ennek semmiféle jogalapja nincsen, akkor miért kommunikálják ott az iskolában azt, hogy eddigi formájában ez nem működhet tovább? Tehát ha én nekem, vagy nektek nincs igazatok, ők meg vannak győződve arról, hogy ez törvényesen működik, akkor én azt gondolom, hogy figyelembe se kellett volna venni azt, hogy mi ezt megtámadtuk. Ez az egyik dolog. És hát sokan nem tudnak a szülők közül arról se, hogy mi miért támadjuk az iskolát, mert ugye ez van ki hangsúlyozva, hogy mi támadjuk a sajogszöget büszkeségét az iskolát. Azért gondoljuk már végig, tehát mi okom volna nekem támadni egy jól működő iskolát a település vezetőjeként, hogyha én valóban büszke lehetek rá. És nyilván sok esetben valóban büszke lehetek rá, de azért vizsgáljuk meg azt, amit mi látunk és tapasztalunk, hogy 2021 év vége óta, ami nem volt olyan régen, több mint 30 munkavállaló távozott az intézményből. Én nem akarom ennek az okait firtatni, zárójel bezárva. Ugye beszéltünk korábban arról, hogy rendkívül népszerű az iskola. Na most ebben a tekintetben már ott tartunk, hogy olyan 320-as a létszám, és ebből ugye 150 olyan diák jár ide, aki körzeten kívülről jár hozzánk. Ami nem a gyerekekkel és nem a szülőkkel van problémám, és azt hiszem, hogy nektek sem, mert ugye nyilván ez elismerés abból a szempontból, hogy az iskola nívósan működik. De azért ez itt elvet aggályos kérdéseket. Egyrészt abból a szempontból, hogy olyan gyerekek jönnek el a saját településükről, vagy esetleg olyan iskolából, ahol veszélyben van a létszám miatt az, hogy létezik egyáltalán még iskola. Azoknak a településeknek a vezetői engem azonosítanak ezzel a gyakorlattal, mint hogyha én csinálnám, hogy én elcsalom kvázi az ő településükről a gyerekeket. És nem azzal van probléma, hogy ide járnak olyan gyerekek, akik körzeten kívüliek, hiszen ez mindig is így volt. De azért, hogyha mérlegre tesszük azt, hogy 300 fölötti létszámnál majdnem a fele gyermek körzeten kívüli, az már én azt gondolom, hogy soknak tekinthető. És ennek a levét a körzeten belülről érkező gyerekek isszák meg. Még ezt próbálják is tagadni, tehát ez nyilvánvaló. Ugye azért az is nyilvánvaló, hogy engem a sajószögedi lakosok választanak meg, és nekem minden esetben az ő érdekeiket kell képviselni. És hát korábban elhangzott az is, hogy nekünk a Muhiból érkező diákokkal van bajunk, vagy az Örösről érkező diákokkal van bajunk, nem, hiszen ők a beiskolázási körzetbe tartoznak. És a kívülről érkezőkkel sincs igazából bajunk, olyan szempontból viszont igen, hogy nincsenek korrektül tájékoztatva, ez az egyik dolog. A másik, hogyha itt olyan, korábban azt hiszem a levélben benne volt, már többet is olvastam ebben a tárgyban, hogy itt nagyon jó iskolai légkör van a tanárok szempontjából is, összetartó közösség van, akkor ezt hogyan tudjuk magyarázni azt, hogy több mint 30 dolgozó távozott el az intézményből. Itt nem csak tanárokról beszélek, hanem technikai személyzetről, gondnokról, stb. Ez valahogy nekem nem adja ki a teljes képet. És azért az mindenképpen jelzésértékű dolog, nézzétek meg majd. Nyilván nem tudom, hogy korábban mennyire
Nézegettétek az iskola honlapját, de hogy az óviskolával kapcsolatos anyagok valahogy lekerültek a honlapról. Miért? Én nem fogok erre válaszolni, de azért szerintem ti is meg tudjátok fogalmazni a választ. És az meg egyenesen vélázító, hogy a konfliktust egyesek kiterjesztik a tanárokra. Idézem az állásfoglalást, amit közösen hoztunk meg, hogy a tanárok munkáját ismerjük és elismerjük, és az iskolát pozitív változás esetén továbbra is hajlandóak vagyunk támogatni, mint ahogy eddig is támogattuk. És ugye felsoroltunk ott néhány fejlesztést, amit mi fizettünk ki. Mert az bizonyítja azt, hogy mi magunkénak érezzük az intézményt. Tehát csak felsorolom a teljes igény nélkül. Az elektromos beléptető kaput, azt ugye, ha jól emlékszem, mi finanszíroztuk. A kamerarendszert, a udvaron lévő színpadot a KFT-sek készítették el. És ugyan jó ideje megy már ez a húzavona, de én itt a kolléganőkkel kigyűjtettem, és csak 2015, nem, 17-ig mentünk vissza. Egyesek azt állítják, hogy mi nem támogatjuk semmivel az iskolát. Sőt, még azt is, arra is felhasználják ezt a dolgot, hogy a Sajóörösi és a Sajószegedi önkormányzat között élezzék a feszültséget, vagy hogy szembeállítsák a két önkormányzatot egymással. Jelzem, hogy ez nem fog menni. Tehát százszónak is egy a vége, ugye az a fejlesztés önerő, amit mi ráköltöttünk az intézményre, vagy ráfordítottunk fejlesztésre, az több mint 15 millió forintot tesz ki ebben az időszakban. Nem beszélve arról, hogy ugye energetikailag felújítottuk az iskolát. És azért tudjunk már arról is, hogy a 670 éves Sajószegedért alapítvány az részt vett oktatási célú pályázatokban az iskola vezetésével karöltve. Ebből nyílt lehetőség erdei iskolára, kirándulásokra, stb. Amit azért elfelejtettek ott megemlíteni, hogy ha mi ebben nem veszünk részt, ami alapítványunk nincs, akkor ezek a programok nincsenek. Nyilván jónak tartom a kezdeményezést, csak akkor a teljesség igényével ezt is meg kellett volna említeni. Nem mindig csak egy embernek a malmára hajtani a vizet, mintha minden az ő eredménye lenne. Úgyhogy én azt gondolom, nem tudom mennyien fogják megnézni nyilván a testület ülést, mert nem mindenkinek ez a legfőbb programja. De azért ez a jelentés azt igazolja, amit mi állítottunk. És továbbra is hangsúlyozom, hogy a tanárok munkáját ismerjük és elismerjük. Egyedül a vezetési stílussal, a kiépített rendszerrel van bajunk, és nem nekem van bajom, mert ugye én már ki vagyok kiáltva lassan közellenségnek, hanem mindannyiunknak. És engedtessék meg, hogy megfogalmazzuk a véleményünket. Persze, tehát érdekes dolog az, hogy mi nem mondhatunk semmit, de azért van kötelességünk, tehát biztosítanunk kell az iskolai étkeztetést, nyilván elismerjük. Meg vagyunk vádolva azzal, hogy nem fejlesztettünk. Hát szerintem mi pályáztuk meg az iskola felújítását is, meg is valósult. Az étkeztetés, az ebédlő felújítása ugye most van folyamatban. Én azt gondolom, hogy megfelelő színvonalú helyet biztosítottunk az átmeneti időszakra, még ha ezt egyesek meg is kérdőjelezik. Az intézmény a körzetből érkező diákok ellátására maximálisan alkalmas. Egy felelős vezetőnek tudnia kell azt, hogy mekkora létszámot bír el ez az iskola. Nem véletlenül volt ilyen méretűre építve, a település adottságaihoz igazodva, én azt gondolom, hogy ez ma is megállja a helyét. Az, hogy a létszám az 300 fölött van, és néha zsúfoltnak tetszik az épület, és ez így is van, azt gondolom, hogy nem elsősorban a mi feladatunk ezt megoldani, hiszen a tankerületi központ is látta azt, és nyilván az ő engedélyével kerültek felvételre ezek a diákok. És óvatosan kell nyilván fogalmazni, hiszen körzeten kívülről érkeznek.
De akkor megkérdezem, keressük meg azokat az önkormányzatokat, hogy ők is járuljanak hozzá a fejlesztéshez, vagy csak nekünk kötelességünk ezt fizetni, de beleszólni nem szólhatunk, nem fogalmazhatjuk meg a véleményünket. És sajnos el kellett jutni idáig, ami én azt gondolom, hogy a település életében ilyen mértékű konfliktus még nem volt. De én a mai nap sem tennék másként, hiszen nekem elsősorban a sajószögediek és a körzetből érkező gyerekek és a szülők érdekeit kell képviselni. Egyebet nem tudok. Tehát én azt gondolom, lehet félinformációkat megosztani és ellenünk gerjeszteni a közvéleményt, de most már eljutottunk arra a szintre, hogy azért hallgassák meg a mi véleményünket is, és én azt gondolom, hogy ez a jelentés minket igazol. Nem tudok többet elmondani ebben a témában. Nem tudom, hogy nektek van-e hozzáfűzni valótok. Tessék, a polgármester úr. Köszönöm a szót. A jelentésből csak egyetlen egy dolgot emelnék ki, hogy ugye a problémának a gyökere az, hogy olyan gyerekek járnak az iskolába, az óviskolába, akik tulajdonképpen az iskolába nem járhatnának. Mert hogyha egy gyerek iskola életlen, akkor az nem létesíthet tanulói jogviszonyt általános iskolában. Itt pedig ez van, hogy papírra hivatalosan is olyan gyerekeket vettek föl első osztályba, az óviskolai tagozatra vagy csoportba, akiknek papírjuk volt arról, hogy ők iskola életlenek. Tehát itt van az óriási jogi ellentét, hogy nem létesíthetne tanulói jogviszonyt. Nálunk viszont mégis tanulói jogviszonyt létesítettek. És ugye a másik a nagy probléma az, hogy január 10-i áprilisi dátummal kérték a szülők, hogy a gyerekeik ismételjék meg a tanévet. Január 10-e az egy fél év. Tehát akkor van a fél év vége körülbelül. Hogy kérhet egy szülő olyat, hogy az ő gyereke a fél évi eredmény alapján már biztos, hogy jövőre is elsős legyen? Tehát ezek voltak az ombudsmannak a legsúlyosabb kritériumai, amivel nem tudott mit kezdeni, illetve látta, hogy ez így jogszerűtlen. Tehát ezek voltak a fő problémák, illetve amit polgármester úr mondott, az lenne a második része a dolognak, hogy ugye nagyon sok tanuló körzeten kívülről érkezett. És ezt nem lehet egy tolvonással megszüntetni, mert aki már tanulói jogviszonyt létesített a röviden mondom a szögedi iskolában, annak a jogviszonya nem megszüntethető. Tehát ő itt fogja befejezni az általános iskolát. Ez az egyik, tehát ez nem olyan nagy probléma, már ennyi kész, majd fogynak. De ha itt van a tanuló, és testvérét be akarja iratni a szülő, akkor már jogot formálhat arra, hogy a második gyereket is ide irathassa, mert hogy a testvére már itt van. Tehát ez nem egy olyan egyszerű probléma, hogy jó, hát akkor majd elfogynak. Nem biztos, vagy csak nagyon-nagyon lassan. És ez hathatós támogatás kellene a fenntartó részéről is, hogyha erre lenne hajlandóság, hogy ezt a problémát valahogy orvosolni tudjuk. És a másik dolog, a fejlesztéseket tekintve, önerős, nem pályázati fejlesztés, ami az iskola előtti aszfaltozás körében történt, az is azért, hogy az idejáró gyerekeknek a szülei normál módon tudjanak parkolni, és le tudják tenni a gyerekeket. Jelzem, a körzeten kívüli gyerekek közül nem sokan járnak busszal. Nagyon sokat autóval hoznak, mert a települések, olyan távolabbi települések is vannak, közvetlen buszjárat nincs is. Tehát ők eleve kocsival érkeznek, ezért van a tumultuózus jelenet reggelente, meg délutánonként az iskola előtt. Köszönöm szépen! Köszönöm. Tessék, képviselő Köszönöm. Nekem is az a véleményem, hogy az óviskola beindításának az ötlete nem volt úgymond rossz. Én úgy gondolom, hogy az iskola vezetésnek körbe kellett volna járni a jogi hátterét. Hogy ha tényleg vannak olyan képességű gyerekek, de ahogy alpolgármester úr is mondta, hogy igen, hallgatói jogviszonyt létesítettek. Engem az lepett meg, hogy annak ellenére, hogy a szülőknek kellett kérni azt januárban, hogy évet is teljen a gyermek,
azért voltak olyan szülők, akik elvitték az iskolából a gyerekeket, hogy, és máshol folytatták a tanulmányi tevékenységüket. Az önkormányzat maximálisan támogatja az iskolát, tankönyvtámogatástól kezdve a térítési díjak meghatározásán át, tehát a költségvetésből, az önkormányzati költségvetésből megfelelő módon van finanszírozva az iskola. Én úgy 2010-től vagyok képviselő, én nem találkoztam olyan kéréssel vagy igényléssel, amelyre az önkormányzat nem mozdult volna rá, a képviselőtestület egy emberként ne szavazta volna meg, amit kért az iskola. Viszont az tény és szomorú, hogy idáig el kellett jutni egy ügynek, amit szerintem be lehetett volna rendezni házon belül. Tehát nem kellett volna úgymond nyilvánosság elé vinni az ügyet, nem kellett volna, hogyha tényleg létrejön a konszenzus, és azokat az aggályos kérdéseket, amit a képviselőtestület már egy éve, mert jól tudom, hogy egy jó éve pedzegetjük, azt ha megfelelő partnerséggel átbeszéljük, akkor, és a probléma megoldásáról a másik fél is lépéseket tesz megoldására, akkor ez elkerülhető lett volna, mert ez most így elolvasva az anyagot, a jelentést, nekem személy szerint is kényelmetlen, pedig az én gyermekem már nagy és nem ide jár, hogy ez elkerülhető lett volna, hogy egy iráig elmenjen ez az ügy. És én bízom abban, hogy ebből az esetből a tankerület is és mindenki levonja a megfelelő konzekvenciát, és ennek megfelelően úgymond helyre tesszük a dolgokat. A polgármester úrnak meg maximálisan igaza van, hogy nem a idejáró diákokkal, nem a szülőkkel, a pedagógusokkal van problémája a képviselőtestületnek, hanem a vezetési módszertannal. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna. Köszönöm. Amit kiegészítésként hozzátennék, ugye, hogy hogyan lett ilyen nagy a létszám, ezt megkérdezte tőlem egy szülő, hogy mi nem tettünk ebben lépéseket. Hát azért nem. Mert gyakorlatilag mi az események után futunk. Tehát amikor ugye tavaly előtt került felvételre három első osztály, arról mi utológiát esültünk. Ugye, amit te is említettél, hogyha felvesznek egy gyermeket, és a testvére ide akar jönni, azt is föl kell, hogy vegyék. Ez jogszabályilag így van. És hát ugye eljutottunk ehhez a nagy számhoz, és eljutottunk oda, amit nem biztos, hogy mindenki lát vagy érzékel, hiszen nem foglalkozik annyira ezzel a problémával, de én hozzám több olyan szülői jelzés érkezett sajószögedi családok részéről, hogy igen, szeretik az iskolát, de egyébként ezek miatt a módszerek és a mostani helyzet miatt nem fogják idehozni a gyereküket. És ez én azt gondolom, hogy megengedhetetlen dolog. Ugye volt itt korábban probléma az étkeztetéssel kapcsolatban is, amivel kapcsolatban tartottunk egy tájékoztatót. Azért ott elmondanám, hogy én hiányoltam azokat az embereket, akik nagyon elégedetlenek voltak, tehát 87 aláírás volt ezen a aláírásgyűjtésen. És ott elmondták a jelenlévő pedagógusok, hogy nekik plusz munkát jelent az, hogy eddig ugye az osztályteremben kellett étkeztetni a gyerekeket, és ők segítettek ebben. Megkérdezem, kinek a munkája kép lett három első osztály, vagy három második. Nem vittem el ezt ott abba az irányba, de ugye azért tudjon már mindenki róla, hogy mi nem voltunk erről tájékoztatva. És ha ugye ennek kapcsán fölmerül az, hogy hát igenis, mert ugye fölmerül, hogy bővíteni kell az épületet, bővíteni kell az ebédlőt. Amit mondtam, itt visszautalok arra. A beiskolázási körzetből érkező gyerekek ellátására az épület teljes mértékben alkalmas. Én azt gondolom, hogy senki sem várhatja el tőlünk alappal, hogy mi erre önkormányzatként nem tudom 50-100 millió forintokat költsünk, hiszen a késztények elé voltunk állítva. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy nekünk most csak kötelességünk van, de jogaink azok nincsenek. És azért azzal mindenki legyen tisztában, hogy jelen formájában az épület nem bővíthető, nem bővíthető az építésjogi előírások miatt. Tehát ugye korábban felvetődött az a tankerület részéről is,
nyilván hivatalos formában nem, de egy megbeszélés volt ezzel kapcsolatban, hogy a fenti részben további tantermeket alakítsunk ki. Nem megoldható, mert a mostani tűzvédelmi szabályok miatt az épület egy tűz esetén nem volna biztonságosan kiüríthető. Tehát lehet itt találgatni, hogy nekünk mit kellene csinálni, csak akkor igazából a teljes információt adják át a szülőknek, ne a hangulatkeltés legyen a cél. És elmondják, hogy mi nem, tehát hogy mi a fejlődés ellen vagyunk, támadjuk a település büszkeségét, stb. Stb. Én azt gondolom, hogy ezek a vádak egyáltalán nem igazak. És nyilván itt most a jelentésnek a vége az volt, hogy még további kivizsgálást igényel az ügy. Meglátjuk, mennyi lesz ennek az eredmény. Köszönöm, nem tudom, hogy van-e még esetleg, neked van még az egyebekben? Ez az egyebekben még. Ezt zárjuk le, ezzel a tudomásul veszítünk. Igen, igen, van még egy tudomásul, amennyiben tudomásul veszitek az alapjogi biztosi jelentést, kérem készfelelésre szavazunk. Köszönöm szépen, egyhangú, igen, a szavazás eredménye. A továbbiakban sajnos még mindig az iskola, és megküldtem a testületnek azt az e-mailt, ami ugye ebben az időszakban szoktuk kérni az iskolától, hogy terjessze fel azokat a diákokat kitüntetésre, akit a helyi rendelet alapján jutalmazni szoktunk, és a válasz pedig az volt, hogy az iskola az idei tanévben nem terjeszt fel diákot önkormányzati kitüntetésekre, mivel az erre érdemes legkiválóbb tanulók nem sajószögedi illetékességűek. Hát ezt azzal küldtem ki, hogy no comment, és most is csak ennyit tudok mondani, hogy no comment. Van-e esetleg hozzáfűzni valamit? Tessék, apróban. Hát kénytelen vagyok, ugye, mert ha emlékeim nem csalnak, akkor a kitüntetésnek az egyik, vagy a kitüntetések közül az egyik, az úgy szól, hogy a sajószögedi iskola legkiválóbb tanulója, és ezt csak 8. osztályos tanuló kaphatja. Ez az egész kitüntetés még akkor volt, amikor még tankerület nem volt, tehát ezt még Ládi Balázs polgármester úr által vezetett képviselőtestület alapította, és akkor nem volt probléma, hogy szögedi tanuló kaphatja. Tehát most is lenni kell a szögedi tanulók közül egy olyan 8. osztályosnak, akinek a tanulmányi eredménye a legjobb. Nem volt kitűnő, nincs meghatározva átlag sem, a legjobb tanulmányi eredményt elérő 8. osztályos sajószögedi tanuló kell, hogy kapjon ilyen kitüntetést. Tehát olyan, hogy ilyen, hogy nincsen ilyen illetékességű, ez nem jó, mert van szögedi tanuló. Teljesen biztos, hogy van, mert lennie kell. Az más kérdés, hogy van tőle jobb tanulmányi eredményű 8. osztályos tanuló, és az nem szögedi, de az nem zárja ki, hogy a szögedi tanulónak a nevét ide fölterjesszék elénk. A másik furcsaság az, és egy kicsit olyan ellentmondásosnak érzem, hogy kommunikációban kiváló eredményeket ér az iskola. És ez így is van. Tanulmányi eredménye nagyon jó az iskolának. És nem találunk olyan szögedi gyereket, aki mondjuk a jó tanuló, jó sportoló címre érdemes lenne, vagy a másik, a jó tanuló, kiváló közösségi munkájé címre érdemes lenne. Ilyen tanuló nincs a szögedi tanulók között. És nem folytatnám tovább. Én sem, tessék képviselő asszony. Igen, ez nagyon-nagyon elgondolkoztató. A polgármester úr nyitva hagyta a kérdőjelet, vagy a zárójelet. Én úgy gondolom, hogy lennie kell ilyen tanulónak, hisz 4,56 az iskola tanulmányi átlaga, tehát biztos van olyan szögedi diák, akinek legalább 4-es átlaga van, ha nem is 4,56, hogy szerintem a képviselőtestület hatalmazza föl a polgármester urat, hisz úgyis olyan népszerű már, hogy
járja körbe valamilyen hivatalos fórumon, és akár a falunapon, tehát mindenképp ennek ezt a hagyományt ne szakítsa meg az önkormányzat azzal, hogy nem találunk legalább egy 4-es átlagú sajószögedi gyermeket az általános iskolába, illetve nem találunk olyan gyermeket, aki jól sportol, vagy jó közösségi munkája van. Én úgy gondolom, hogy az igazgatónő által vázolt iskolai helyzetben, meg láttunk azért kultúrműsorokat, amit még az iskolai diákok csináltak, és azok a gyerekek már biztos, hogy nyolcadikosok lehetnek, biztos, hogy van olyan gyermek, és én azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy ezt járjuk körbe, és ha ez kivitelezhető jogilag, akkor meg a falunapon adjuk át a gyermeknek. Mert végülis az önkormányzat megteheti azt, hogy valakit jutalmazzon a sajószögeli lakosok közül, nem? Minden tovább. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Köszönöm. Tessék, a polgármester. Vizítés, már egyről megfelelkeztem, ugye ezt később alapítottuk. A kiváló művészeti tevékenységért, ugye itt a kamera mögött ott van Zoltán, kizárólag tartom, hogy ne találna, vagy ne tudna javasolni olyan szögedi tanulót, aki jó tanuló is, és a zenei tevékenység, vagy művészeti tevékenysége is elismerést érdemel. Én magam is tudok. Tehát én tudnék javasolni. Hát nem teszem meg most, de ha nem kell, most, majd. Persze, igen. Tehát én ezt nagyon furcsának tartom, és ami nekem itt egy nagyon nagy probléma, hogy ennek, profánul fogalmazok, a gyerekek isszák meg a levét. Azok a gyerekek, akik most nem kaptak a tantestület részéről támogató elismerést. És én ezt nem kívánnám hozzáadni a nevemet. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek az egyemekben esetleg? Amennyiben nincs, köszönöm szépen a megjelenést, és találkozunk a következő testületi ülésre.